Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a háttér. A stúdió vendége a Ceglidi Szakképzési Centrumtól dr. Ferenczi Norbert kancellár és Buncsák Gábor főigazgató. Uraim, köszönöm szépen, hogy eljöttek és elfogadták a meghívást. Mi köszönjük a lehetőséget, üdvözöljük a nézőket. Jó estét kívánok. Tavaszt, sőt egyáltalán tanévet értékelni ültünk most itt össze. Én már mondhatom azt, hogy hagyományosan. De mielőtt még ezt megtennénk, egy nagyon fajsúlyos dologról kérem, hogy szóljanak, amiről egyébként már beszámoltunk itt a Városi Televízió híradójában is. Felsőoktatás Cegléden. Mikor, hol, hogyan? A részleteket már azért úgy sejtünk, meg tudunk is. Mi a jelenlegi helyzet? Együttműködés, Óbudai Egyetem, önnél szó. Hogyha nem vagyok az érintett alma mater jogán, én kezdem ezt. Hát a közgázban tervezzük. Ugye, oda jártam én is, ezért ragadom magam hozzá szót. Nagy örömmel konstatáltuk, hogy ez már biztos, az Óbudai Egyetem idehozza a képzését a 24-25-ös tanév szeptemberétől. Ez azt jelenti, hogy két szakon, gazdálkodás menedzsment és care marketing szakon megindulhat a BA képzés, tehát korábban úgy mondtuk főiskolai szintű képzés a közgáz helyén, a közgázban hétvégén, azért mondom, hogy a helyén, mert a közgáz csak helyet ad. És ez az Óbudai Egyetem diplomája lesz, nem a szakképzési centrum diplomája. Nyilván városi szempontból is nagyon fontos, mert szeretnénk ide kötni a fiatalságot, vagy szeretnénk azoknak lehetőséget biztosítani, akik azért mentek el eddig máshová, mert vagy azért nem tudtak eddig máshova elmenni, mert ide kötötte őket valamiért a családjuk, vagy a munkájuk, és nem tudtak máshol beiratkozni. Ezeket most összetereljük egy csoportba, vagy kettőbe, és megindul az oktatás szeptembertől városi együttműködéssel. Csütörtökön elfogadjuk azt az együttműködési megállapodást, képviselőtestület fogja elfogadni, amiben még az ösztöndíjat is kilátásba helyezte a város. Nem teljesen ismeretlen itt a felsőoktatás. Mennyire járnak járatlan utakon? Nagyon régi álmunk valósul meg a 2024-25-ös tanévtől kezdődően, hogy sikerül ez az együttműködés. Próbálkoztunk mi már több környékbeli egyetemmel, Kecskeméttel, Szolnokkal, sőt elmentünk egészen a testnevelési egyetemig Budapestre is, de ilyen mértékű előrejutást csak az Óbudai Egyetemmel sikerült elérnünk. És hát nem állunk meg itt, megpróbáljuk továbbra is azt a képzési típust bevezetni a közgázban elsősorban, sorban azt az okleveles technikusi képzési típust, ami még egy bejáratottabb utat jelent az Óbudai Egyetem képzése irányába, tehát valószínűsíthetően, ha sikerül ez az elképzelésünk, akkor azok a diákok, akik a közgázban elkezdik 9-esként, azok minden további nélkül végig fogják tudni járni egészen a diploma megszerzéséig ezt a pályafutást. Személyi és tárgyi feltételek, ingatlan eszközök, személyállomány? Nagyon közel van ez a következő tanévnál. Az ingatlan rendelkezésre áll, rendelkezésre bocsátjuk. Mikor bocsátjuk rendelkezésre? Amikor üres, tehát szombaton és pénteken délután, ugye ezért van levelező képzésről szó. A közgáznak van egy viszonylag jó szakkönyvtára, de a könyvtári ellátásba segít a városi könyvtár is majd. A személyállomány vonatkozásában azt azért tudni kell, hogy bizonyos órákat csak tudományos fokozattal, tehát PhD-vel rendelkező oktató tarthat meg. Ennek azért hiány vagyunk. De a szemináriumi órák megtarthatók sima mesteroktevéllel is, ami azt jelenti, hogy a care marketing vonatkozásában az Ungváriból, a másik képzés, a gazdasági képzés vonatkozásában pedig a közgázból több oktatóra is tudunk számítani. Majd a finanszírozást pedig az Óbudai Egyetem intézi. Milyen tavaszt tudhatunk magunk mögött? Hosszút? Általában ezek a tavaszok, ezek rendkívül hosszúak, hiszen mindig megvan. De nem csak 17 pillanata volt. Nem, ennek számos pillanata volt, és azért tűnik mindig hosszúnak, mert ugye egy vizsgaidőszakkal zárul az összes tavaszunk, és ez a vizsgaidőszak ez idén is hozott egy újítást, amitől azért elég erőteljesen tartottunk. Ez az interaktív vizsgáztatás? Hát hogyan vizsgázott az interaktív vizsgáztatás? Azt tudom mondani, így most már túl az összes interaktív
interaktív vizsgán, hogy ez a rendszer ez beállt, és ennek a rendszernek a kihívásainak a Ceglédi Szakképzési Centrum maximálisan meg tudott felelni. A gépparkunk, amit nagyon régóta fejlesztünk, az infrastruktúránk és az összes járulékos elegyrész, ami ehhez szükséges volt, ez rendelkezésre állt és hibátlanul vizsgázott. Technikai fennakadás a vizsgák során nem volt, és alapvetően az eredmények is nagyon pozitívak. Azért nem tudok még pontos átlagokat, illetve százalékos arányokat mondani, mert most van folyamatban még az adatbekérés, ami teljes egészében képet fog mutatni arról, hogy hogyan is sikerült teljesíteni a diákjainknak ezeken a vizsgákon, de alapvetően bukás szinte nem is volt. Az első visszajelzések alapján az eredmények is kiválóak. Parancsoljon, hozzáfűzni való? Feltételezem van. Volt izgalom? Előtte? Az infrastruktúra kiállta a próbát, ezt alá tudom támasztani, de azért ez ügyben volt izgalom. Tehát akkor, amikor bizonyos vizsgákat különleges helyszínen kell megvalósítani, és egyik ilyen különleges helyszínünk a Tököli Büntetés Végrehajtó Intézet, és oda internetet varázsolni egy interaktív vizsgához azért nem könnyű feladat, de ezt is sikerült megoldani nyilván egy működésben. Átvizsgáltatni mindent, tehát voltak azért itt szép történetek. Igen, úgyhogy valóban egy nehéz időszakon vagyunk túl, de most már megérdemelt pihenés következik az oktatóink irányába, nekik készültünk egy már bearangozott meglepetéssel, ezért már nem is olyan nagy meglepetés, de talán a tévénézők meg igen, hogy a rekreációjukhoz hozzá szeretnénk járulni idén, és a Ceglédi úszoda és a Ceglédi fürdő a szabadon látogatható majd a hétköznapokon az ő számukra, és ennek a finanszírozását együttműködésben ezzel a két intézményen intézni fogjuk. És nyugodtan mondhatjuk, hogy idén is, hiszen ez már nem az első alkalom, amikor ezt tudjuk biztosítani a tanáraink számára. Pedagógusokról hogyan érintette a szakképzési centrumot a sztrájk ezzel kapcsolatban? Véremelés, teljesítményértékelés, hangulatjelentés. Önöké a szó. Van egy hagyományos sztrájk helyszínünk, ezt nem szoktuk vék alá rejteni, Ceglédi Televízió is beszokott erről számolni, de ezek a sztrájkok csak szolidaritási sztrájkok voltak, illetve és a legutóbbi két alkalommal nem is élt az intézmény ezzel a lehetőséggel. Emögött az van, hogy a szakképzés egy lépéssel a köznevelés előtt jár a béremelések vonatkozásában, és a szakképzési törvénybe is belekerült az, hogy ezt a lépés előnyt meg kell őrizni, mert ha a köznevelésben béremelés történik, akkor a szakképzésben ezt le kell követni. Nagyon fontos, hogy elhangzik a televízióban is, mert ezt a garanciális elemet meg kell, hogy ismerje minden oktatónk. A teljesítményértékelés pedig egy nagyon összetett és bonyolult folyamat. Másodszor csináltuk meg, ugye az előző az 3 évvel ezelőtt történt, amikor a közalkalmazottiságból a munka törvénykönyve alá kerültek az oktatóink. Úgyhogy ez a teljesítményértékelés most egy sokkal előkészítettebb, sokkal alaposabban átgondolt folyamat volt, és egy hosszú folyamat volt, hiszen ezt gyakorlatilag a második fél év teljes egészében csinálták az iskoláinkban. Elsősorban az igazgatók, igazgatóhelyettesek végezték az oktatóknak a teljesítményértékelését. Ebben óralátogatás, dokumentumelemzés, személyes beszélgetések, interjúk, minden volt, és ennek a folyamatnak a végére alakult ki az a pont, szám, amit minden egyes oktató esetében az ő teljesítmény értékelését jelenti, és az alapján a pontszám alapján a sávosan történt meg a béremelés. A mi feladatunk kancellár úrral ebben az esetben az igazgatóknak a teljesítmény értékelése volt, ez is megtörtént, határidőre mindennel végeztünk, és ugyan most idézőjelben csak egy 5%-os béremelés járt ehhez a teljesítmény értékeléshez, de az elkövetkezendő béremeléseknek is ez képezi az alapján. Én is szeretném megköszönni az intézmények vezetőinek is, és nem utolsó sorban az oktatóknak, hogy együttműködtek ebben a nagy munkában, amit a minőségértékeléshez volt kapcsolható, egy önértékelés is járult ehhez, tehát saját maguknak is komoly anyagokat kellett ahhoz csinálni, hogy ennek a folyamatnak a elejétől a végéig részesei lehessenek.
Nagyon fontos, hogy az intézményeket is értékelni fogják majd a későbbiekben. Országos rangsor alakul ki ezzel kapcsolatban, és örömmel tudunk róla beszámolni, hogy a közgáz nagyon előkelő helyen van egy hasonló értékelésben, hogyha jól emlékszem, akkor 14. volt erős is, meg főigazgatóra 14. volt országos összehasonlításban a technikumok között a cegvédi közgazdaság és informatikai technikum. Ilyenkor nagyon büszkénk vagyunk a közgázra, minden intézményünkre büszkék vagyunk egyébként, mert minden intézményünknek megvan az a specialitása, amiért büszkék tudunk rá lenni, de helyettes államtitkárasszony szavaival élve azt a felsővezetésünk azt kívánja elérni, hogy minél több úgynevezett bajnok intézmény legyen a szakképzésben, és ezek közé a bajnok intézmények közé a közgáz már most oda tartozik. A malomtéri konferenciateren kialakításával összefüggésben került szóba, itt közöttünk, hogy a vizsgaközpont a Malomtér 3-ban lesz. Igen, ugye régen iskola volt a Malomtéren, ezt a ceglédiek tudják, és az ottani tornateremmel nagyon sokáig nem tudtunk mit kezdeni. Egy darabig a református iskolából átjártak és használgatták, de az állaga folyamatosan romlott, és adnunk kellett neki egy funkciót, mert rendszeresen visszaköszönt a balesetvédelmi jegyzőkönyvekben és érintésvédelmi jegyzőkönyvekben is, hogy ez az állapot már nem tartható. És van nekünk egy Hídvégi Lajos termünk egyébként, ahol a tankerület rendszeresen szervez konferenciákat, mi is egyébként újabban a víz és gazdaság volt talán az utolsó, amire kedves nézők emlékezhetnek. És lassan ezeknek a konferenciáknak kell egy olyan helyszínt adnunk, adott esetben a vizsgacentrum vizsgáinak is, ami egy kellően felszerelt, jól légkondicionált, tágas helység érzetét kelti, vagy sőt adja funkcióként. Úgyhogy erre alkalmas az a tornaterem, ennek az első ütemét megvalósítottuk az elmúlt évben, idén fölzárkózunk a második ütemmel, annak érdekében, hogy jövőre használatba tudjuk venni. És nem utolsó sorban ezzel a hely gondjaink egy részét is meg tudjuk oldani, hiszen akárhogy is nézzük a malomtéri infrastruktúrának a jelenlegi állapotát, azt a tankerülettel együtt kezdjük kinőni. Új irodákra van szükségünk, ebben az új épületszányban kerülnek majd elhelyezésre dolgozóink is. Ha a tanítás szünetel is, a munka azért nem. Nyári feladatok, felújítás, korszerűsítés, mik a tervek, elképzelések, mik a konkrétumok? Hát ugye a legnagyobb falatot elmondtunk, amit be kell fejezni. Nagyon sok intézkedést tettünk az elmúlt évben energiaracionalizálás vonatkozásában. Ugye nálunk nem volt arra lehetőség, mint más szakképzési centrumoknál, hogy egyes intézményeket összevonjunk, vagy összeköltöztessünk azért, hogy gazdaságosabban működjenek. Ceglédiek előtt ismert, hogy a közgáz is egy nagy tömb, illetve az Ungvár is egy nagy tömb. A BEM-ben voltak kisebb bezárt helyiségeink, a konferenciaterem, stb. Többi. De ezek nagyot nem lendítettek a helyzeten. A közgáznak a fűtéskorszerűsítése viszont nagyot lendített. Az elmúlt éveknek a nyilánzáró cseréi, napelem, minden intézményünkön van napelem, főtételei nagyon sokat lendítettek. Idén most már az volt a feladat, hogy ezeket a napelemeket karban tartsuk, mert mindegyiknek már előjöttek, most már nem is a gyerek betegségei, már a felnőtt betegségei. Többször kellett invertert cserélni a karbantartásra, hogy ugye egyéb meghibásodások fölfedezése is társul, amelyekkel kapcsolatban a szükséges nagyobb beruházásokat, akkor tudjuk nagyobb javításokat, akkor tudjuk megtenni, ha a gyerekek már nem lesznek bent. De egyébként nyilázáró cseréket tervezzük folytatni. Monori intézményünk vonatkozásában viszont az a helyzet, hogy ott komoly beázások vannak. Ceglédiek nem annyira ismerik ezt a tényt, de azért nekünk van Monoron is egy intézményünk, az Terényi, és ott egy nagyon komoly bádogozási munka előtt állunk, a főépületnek a komplett csapadék vízlevezető rendszerét ki fogjuk cserélni. Ez a nyár feladata? Ez a nyár feladata, igen. Záró gondolat Bunchák Gábortól? Hát, Szolder kezdte, akkor önnyi lesz a zárszó, parancsolj! Szoktuk várni a nyarat, minden évben szoktuk várni a nyarat, hagyományosan még mi is, bár mi ugye nem a normál pedagógus munkarendben dolgozunk, és így nekünk a nyár is ugyanolyan munka, mint a munkával telik, mint az összes többi évszak, ennek ellenére azért hagyományosan az összes kollégámnak és az összes ceglédi szakképzési centrumban dolgozó munkatársamnak egy nagyon jó pihenést kívánok a nyárra, fel kell töltődni,
mert szeptembertől újabb kihívások jönnek. Ahogy szoktuk mondani, a szakképzésben egy biztos, és ez a változás. És ezeknek a változásoknak mindig meg kell tudni felelnünk. Uraim, köszönöm szépen, hogy nálunk jártak. Augusztus vége felé ugyanitt jövünk szívesen. Találkozunk. Köszönjük szépen. Jó pihenést kívánunk a tévének is, és a nézőknek is. Köszönjük szépen. Hát akkor augusztus végén. Kedves nézők, ez volt már a háttér. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.